Áder János köztársasági elnök és felesége tiszteletvacsorán látta vendégül Kozma Imre atyát, a 25 éves magyar máltai szolgálat elnökét május 20-án este 6 órakor a Sándor Balotában. Az irgalmas rendi szerzetes, a köztársasági elnök és felesége magánbeszélgetést folytattak, miközben kisétáltak a hivatal teraszára, majd pohárköszöntőt mondtak. Ezután került sor a közös vacsorára, amely zárt ajtók mögött folytatódott.